Egy közel 1500 négyzetméteres, négy nagy üzlethelyiségnek és számos kiszolgáló egységnek helyet biztosító piaccsarnok alapkövét tették le csütörtökön Fehérgyarmaton. A beruházással a város és a térség lakóinak régi álma válik valóra, hangsúlyozta a település polgármestere. Ennek a beruházásnak a célja a helyben előállított termékek piacra jutásának a segítése. Olyan elárusító teret szeretnénk biztosítani a városban élőknek, illetve a térségben élőknek, ahol a portékáikat el tudják adni kulturált körülmények között. Fehérgyarmaton még soha nem volt piaccsarnok, most a körülmények között történt a piaci árusítás, illetve vásárlás, most viszont egy színvonalas piaccsarnokkal ezt kultúrátá tudjuk tenni. A piac megépítése főleg Európai Uniós támogatásból valósul meg. Az építőiparban tapasztalt nagy áremelkedés miatt azonban ez az 500 millió forint nem volt elegendő a beruházás elkezdéséhez. Így csak több mint egy év csúszással és több mint 100 millió forint állami forrás kiegészítéssel tudták elkezdeni a munkálatokat. Fehérgyarmat a térség központja, a Szatmári térség központja. Itt régi igény valósul meg ezzel a beruházással, hiszen a környező vonzás körzetben lévő 50 település szombatonként, itt szombat a piaci nap, szombatonként mindig ide járt be a piacra. És hát ugye szatmári síkság, agyagos kötött talaj, hogyha tél van, vagy hogyha őszi esős idő van, akkor itt dagonyáztak az emberek a sárban. Ez a 21. századi technológia szerint megépülő geotermikus forrást felhasználó az elektromos áram a geotermiához napelemmel biztosított 21. századi épület, szerintem egy 21. századi kiszolgálásra lesz képes majd az ide látogató vásárlók számára. A folyamatos, méltó vásárlási körülmények biztosítása mellett a helyi gazdaság élénkítés és fejlesztés is célja a beruházásnak. A vidéki településeken élők számára ugyanis a piac egy olyan színfolt, amely találkozásokra és közösségépítésre is alkalmas. Ezt már a foglalkoztatás politikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkár mondta ünnepi beszédében. Hozzátette, nem csak a piac, mint végtermék, hanem az építkezés folyamata is jelentős a térség számára. Az építőipar egy nagyon jelentős húzóágazat, és most már itt az Önök megyében is, és az Önök városában, járásában is láthatóan javultak a foglalkoztatási mutatószámok. Meg kell néznünk, hogy melyek azok a húzóágazatok, és hát teljesen egyértelmű, hogy az építőipar ezek között van. Olyan mértékű növekedés történt, ami már feszegeti a teljesítőképesség határát az építőiparon belül. Olyan mennyiségű megrendelés van ebben a szektorban, amit a vállalkozások alig tudnak teljesíteni. Érthető módon itt azért minden munkáskézre szükség van, és hát ez egy olyan spektrum, ahol a kétkezi segédmunkástól kezdve a mérnökig mindenkinek a munkája számít. A fehérgyarmati piac beruházási munkálatai a tervek szerint 9 hónap múlva befejeződnek, ezt azonban az időjárási körülmények befolyásolhatják.